a Frontmozi második évadja. Rendezvényünk most ismét újra jelentkezik, új helyszínen. Köszönjük szépen a Kinokáfé Mozi kiváló termét. 1937-ben jelent meg, két hónap alatt egyetlen mozi teremben 200 000-en látták. Hatalmas sikert ért el Franciaországban, és egyébként főleg az Egyesült Államokban. Az amerikai filmkritikusok 1938-ban az év legjobb külföldi filmjének választották. Ez a film tökéletesen élő és modern, mint ugye a remek művek általában. Ez a film az első, még utána néztem, amit a legjobb film Oscar-díjára jelöltek, úgyhogy nem angol nyelvű produkciót. Nagyon szépen ábrázolja ez a film az előbb említett társadalmi és nemzeti viszonyrendszereket. Lehet az a fajta világfelfogás, amit a francia tiszt és a német tiszt képvisel, az a lovagiasság, a korrektség, a becsületesség, az tudják, hogy ebben a világban, már az első világháború során is illúzió, bár akkor, mint látni fogják, nagyon sok finom gesztusból még szépen érvényesül, de az sejthető már 37-ben, hogy egy következő háború jön, akkor az sokkal brutálisabb és kegyetlenebb lesz, mint az előző. Tehát tulajdonképpen az Illúzió vagy Ábránd cím az részben erre is utal szerintem. Frontmozi második évadja. Rendezvényünk most ismét újra jelentkezik, új helyszínen. Köszönjük szépen a Kinokáfé Mozi kiváló termét. 1937-ben jelent meg, két hónap alatt egyetlen mozi teremben 200 000-en látták. Hatalmas sikert ért el Franciaországban, és egyébként főleg az Egyesült Államokban. Az amerikai filmkritikusok 1938-ban az év legjobb külföldi filmjének választották. Ez a film tökéletesen élő és modern, mint ugye a remek művek általában. Ez a film az első, még utána néztem, amit a legjobb film Oscar-díjára jelöltek, úgyhogy nem angol nyelvű produkciót. Nagyon szépen ábrázolja ez a film az előbb említett társadalmi és nemzeti viszonyrendszereket. Lehet az a fajta világfelfogás, amit a francia tiszt és a német tiszt képvisel, az a lovagiasság, a korrektség, a becsületesség, az tudják, hogy ebben a világban, már az első világháború során is illúzió, bár akkor, mint látni fogják, nagyon sok finom gesztusból még szépen érvényesül, de az sejthető már 37-ben, hogy egy következő háború jön, akkor az sokkal brutálisabb és kegyetlenebb lesz, mint az előző. Tehát tulajdonképpen az Illúzió vagy Ábránd cím az részben erre is utal szerintem.